A műsort a Burn és a Lee Juice & More támogatta. Dob utca 3. Felvétel, helyszín, 4K Raiders. A ruháimat a MyBrand tervezte és gyártotta, akik élen járnak a merchandise-ban. Sok szeretettel üdvözlök mindenkit, szevasztok, én Miskovics Marci vagyok, folytatódik a Káosz Podcastnek a harmadik évada, hát ki így, ki úgy szeret beköszönni, és hát ez nagyon régóta egyetlenik ezt az adást. Igen. És mint ahogy láthatjátok a stúdióban, SMV Sziszka Finucci, gratulálunk, szevasztok, szívesen, itt lesz amúgy taps bevágva, úgyhogy nem csak mi fogunk magunknak tapsolni, nem csak mi tapsoltunk magunknak, jó? Is jó, nem, ahogy felteszem a lábamat, mert azt mondják, hogy az etikett szerint az egy ilyen pofátlanság. Ezek pofátlan mindenki. Kényelmesen, itt jó, az a lényeg, köszönjük, hogy szépen. Köszönjük szépen a meghívást, és üdvözlünk mindenkit. Pofátlanság az ott. Most az elén el szeretném mondani, hogy a Miskovics Marci egy szemfogalma is arra, hogy miben vállalkozott, és miben vágta bele a fejszéjét. Ugye? Kérlek, a pofátlanság az ott kezdődik, hogy elhívott minket a Marci, és még egy forintot nem kaptunk, és sőt, még ki is kerüli a kérdést folyamatosan. Viszont a Kór 2007-ből. Igen, mutasd másikat. És Gangsta Zoli és a Kartel. Hát egy vidéki sútyó vagyok, nagyon ahogy a Tomi is, és hoztuk. Én azt szeretném, hogy ezt végig tartsd. Jó? De a fejem előtt. Nem véletlenül kaptad. Szeretettel. No, azt mondjuk el amúgy, hogy a Curtis is jött volna, csak épp most valami dolga akadt, és végül nem jött, amit sajnálok, mert hogy a Curtis ült volna ott. Ati, gyere már, ne geci, már megy a műs, gyere. Hol vagy? Gyere ki. Hogy betoppad. Elbújj csak szégyenlősködik. És kacok, komolyra fordítva a szót. Köszi, hogy jöttetek. Mi újság veletek mostanában? Ha jól láttam, akkor pont 13 év után egy közös projekten dolgoztok. Mit kell tudni erről? Ez úgy volt, hogy hétvégén kijön, de nem jött. De várjál. 13 év. Én azt a YouTube-on én megnéztem, és ott a feltöltés dátumát néztem, és nekem ott az volt, hogy 13 év. Hát mert lehet, hogy már akkor is az kész volt, és még veszekedtünk a Tomival, mint a mostaninál, hogy most töltsük föl, nem, ja. Hónap. Nem, egyébként szerintem 10 éves. Nem, biztos, hogy több. Több, tényleg. Most megnézem a telefon. Hát 15. Jó, én ebbe, ezekbe béna vagyok. Telefonod itt van? De nem, nem tudom. Channelt csap fel, nézzük meg. Ez ilyen nagyon kulisszatitok, azért már fizetned kéne, hogy ezt elmondjam. Na, azért már fizetni kéne, hogy megnézd az oldalt. Én direkt azt néztem meg, itt van. Trévúton fit, Kucsi, Kukaszko, 13 évvel ezelőtt, azt mutatja, hogy... 13 ez a Kártel száma? Itt jön el sem puncira vadász ma. Szeretem baszni a mocsok kurvát. Ja? Az már 4 éve lesz most. Kurva szeptember 27-én lesz 4 éve, tehát akkor közel 4 éve. Csak baszos. Milyen közel 4 éve? Most mindjárt 4 éve lesz. Mi? Hogy fel lett töltve ez a dal. Milyen 4 éve? Vagy 14 éve, bocsánat. 14 éve. Nem figyelsz. Meghűjtenek, meghűjtenek. Figyelj. Szóval jött ki. Köszönjünk be, és akkor kezdjön a műsor. Oké, sziasztok. Káosz. Na, hát nem káosz. Dehogy nem. Hát jó hozzátok, abszolút jó hozzátok. Na, a lényeg, hogy most újra együtt dolgoztok, és miért kellett ennyit várni erre az új... Nem értem a kérdésre. Mert haza akarok menni. Mert a hősök... Később csinálta meg a Soulfell 3-at, mint ahogy mi terveztük. Igen. A Tomival, hogy kibékülünk, mert nekünk volt egy mosolyszünetünk, de azt tudni kell, hogyha Tomi megengedi, akkor ezt elmondom, hogy kb. Senki nem tudta, az ő köre, az enyém, sose volt beef, nem volt semmi, akárhol találkoztunk, hello volt, fesztiválokon, buliba, mindig tisztelete voltunk egymás iránt, egyetlen egy bizonyos személy miatt volt egy faszkodásunk, és mi nem szóltunk egymáshoz 10 évig. Ő nem szólt hozzám. 10 évig. Nem, ő nem szólt hozzám. És egyébként a hősök Soulfell 3-nak a készületei alapján, miért? Ne vegyél mindent magadra azért, nem kell előadni. Most ketten beszélgettek, én megmondom akarom. Mondjad, hogy figyelünk. Hát kisgyerek, na egyik CD-t, vagy lemezt most rögtön vissza. Egyet már most visszaveszünk. Na igen, és akkor kérdezték tőlem a Danikáék, az Ekűék, de szerintem a Tomitól is, hogy benne lesz a Sziszka Finucci, benne lesz az SM, hogy probléma valami is, sőt, én mondtam, hogy dehogy is a világon semmi gond. Megcsinált ő is a verzét, én is, és a klipforgatáson találkoztunk. Ott meg kb. Olyan volt, mintha nem történt volna semmi soha. De nagy. Üdvözöltük egymást, mondtuk, hogy felejtsünk el mindent. És azért, mert szerintem jelentőséges volt. Amúgy igen. Csak én is olyan vagyok, hogy ha én így megharagszok, vagy bedúzzogok, akkor utána így hagyjál békén. Aha. Mind most rád. Igen. Azt lehet tudni, tehát egy személy miatt volt ez. Így van. Igen. De nem fogom meg. Férfi és nő is. Nem fogom meg. Nem fogom. Már kimondhatjuk. Nem fogom megnevezni a basztát, ne is próbáld meg kiúzni belőle. Jó. Ez a baszta miatt volt? Igen.
Aha, igen. Nem csodálkozok, hogy ott szított. Igen, na mindegy, és hogy mi nem beszéltünk majd. Mondom, én feltettem a kezem. Szerintem 10 évig, és ott meg nem békültünk ki, találkoztunk, lepacsisztunk, minden, oké. Okay. Kurva jó volt, kurva jó volt. És azóta szeretjük baszni a mocsok kurvát egy. Szeretem baszni a mocsok kurvát, én ezt amúgy nem akarom, hogy benne maradjon, tehát ezt végig sipoljátok ki, mert nem vagyok ilyen alpári, és elnézést a Zolitól. Én ilyen alpári vagyok, és nem, meg azt sipoljátok ki, amikor nem mondom. Imádom ezt a tracket, de azért, na, most azért ez kijött véletlenül, igen. Na, jöhet a következő kérdés. Skacok, én arra vagyok kíváncsi egyébként, mert hogy amúgy sokan írt, tehát ugye egyébként Tomi, te is jöttél volna a múltkor, csak ott neked jött közben valami, és szerintem most nagyon a nézők, rajongók nagyon örülnek, hogy itt vagy, meg itt vagytok. És tapsolj. Érdekelne engem az is. Patika, tapsolj. Ja, nincs. Hol a Patika? Érdekelne. Hol a Curtis? Újpesten. Ja, tényleg. De ott vagyunk majdnem. De érdekelne engem. Nem az... vagyunk Újpesten. Jó, Palotán vagyunk. Palotán vagyunk. Szörnyű lesz ez a rész. Ez mi bárja. Ez most már nem szörnyű. Ez nagyon, szörnyű lesz nem, ez hosszú lesz ez a rész. Nem, ez kamázom, mert. Skacok, hogy... Nem arra vagyok kíváncsi, hogy mikor kezdtetek el szöveget írni, meg ilyesmi, semmi ilyesmi, hát hanem, is, az mikor... Én az első szövegemet elmondom. Igen, azt mondom, hogy mikor honnan találkoztatok... Honnan jött a Sziszka Finucci-nél? Nem, azt meg nem, de nem annak kérdést feltenni, hogy ma magával, a hip-hoppal, mint stílus, hol és hány évesen találkoztatok. Én úgy hallottam, hogy akkor én még nem tudtam, hogy az az. Tehát hallottam De La Soul-t, hallottam Public Enemy-t, de nem tudtam, hogy az rap. Jó, mondjam, mik azok? Nem tudtam, hogy az rap. És nekem idősebb barátaim mondták, akik egyébként kőkemény rockzenéket hallgattak, hogy ez egy fasság, ezek csak beszélnek és izé, és megpofoztak, mert nem tudtam lerajzolni, mert azt kell lerajzolnom. Az Iron Maidennek a betűtípusát, meg az Anthraxet krétával a játszótérnek a flaszterére, és az hullan komoly. És én nem vágtam, hogy ami nekem tetszik, az rap, az csak utána tudatos. Ez szerintem amúgy egyébként én is meg Randy MC-t, bocsánat, a Runhouse albumot. Én is így voltam, és ugyanígy. Tehát, hogy valami érdekes volt, éreztem, és hallottam, igen, hogy nem ugyanaz, mint a többi, ami ugye a rádióból szól. Meg nekem tetszettek, bocsánat, hogy irgalmatlan színes nagy cuccokba, és hogy mindenki táncolt, meg olyan happy volt az egész, jó, nem a Public Enemy volt happy nyilvánvalóan, de hogy engem tök megfogott az a látvány, amit így láttam így tévében is, kb. Abban az időben, sőt, nem kb., hanem hát nyilvánvalóan ott lettem, mikor bejöttek ezek, nem tudom neked mennyit fog mondani, a Sky Channel, Super Channel, MTV. Az MTV. Így van, és én ott láttam. Azt hiszem talán a Sky Channel-en volt egy olyan zenei műsor, hogy DJ Cat Show, és abban nyomadtak ilyen amcsik. Emlékszel, amikor ott 11 után átváltott a Privát Goldra? Ez egy macska, ilyen plüss figura volt, az volt a műsorvezető, de hát nyilván báb, és az nyomta, én így emlékszem, hogy az nyomta a műsort. Geci volt, és ott nyomadták ezeket a klippeket. Én erről nem hallottam, de ennek utána nézek. Azért nem hallottam, mert kb. 12 éves vagy. Hát igazából azt talál ki neked, amit akar. Igen, hát azt bármit mondhat. Oké, meg vagyunk. No, skacok, egyébként ennek nem fogsz... Mondd a nevem, de a Dope Man. Örülni, Sziszka, nem fogsz örülni. Én első, amikor a Sziszka Finuccit először meghallottam és megismertem, az egy SP közreműködés volt. SPVS Sziszka. Nagyon szeretem a kölyköt a mai napig. Igen. Akkor hallottál először Sziszka Finucci? A Sziszkáról először az SP által. Hát de már vagy 40 éves. Hány éves vagy? Én 28 lettem. Milyen így te buzi? Hát én 44 vagyok. Ha 20 évvel ezelőtt találkoztam, mert akkor 19 volt. Kurva jó. Ja, na mindegy, szóval először ott Tomi nevével pedig a 2010-es években. Ezt már szeretem. 2010? Én 2010 körül szerintem, akkor én mondjuk mentem gimibe, vagy általános 8-os voltam. Nem rossz, nem rossz. Abban az időben... Áll a szarmi. Nem bírok egy mondat még. Na és abban az időszakban, Tomi, ezt kérlek, te erősíts meg, vagy ne erősíts meg, nem tudom. De mit? Hogy, mondom, hogy... Mit fogunk mi kapni? Egyből... meg tudtál élni a rapből, vagy nagyon-nagyon sok idő kellett ahhoz? Hát miket kérdez? Volt-e mellettem? Hát én leiszom magam. Nem tudom, én most szeretnék elindítani két hívást, a könyvelőmet és az ügyvédemet. Hát vagy nem tudom, mit mondhatok. De miért tőle kérdezett? Hát igen, miért nem tőle kérdezett? Én abban az időszakban a hősöknél ahhoz voltam szokva, hogy ők, vagy legalábbis ezt mesélték. Hogy közben nekem volt egy polgári munkájuk, és akkor hétvégén elmentek fellépni. Tudom, mert mindig ezt teszed fel ezeket a kérdéseket. Nem kíváncsi a faszi, mint hogy ki mennyit keres, muszáj-e dolgoznia, nem muszáj-e dolgoznia. Senkinek nem muszáj dolgozni, csak van, aki ilyen hal. Hagyjuk.
Na mi a, mi igen, de valami, te Marcika, jó, valami faszát, valami jó. Szedd össze magad. De az első tök jó volt, bár beletrafáltál, tök jó kérdés volt, azt nem vágták a hallgatók, hogy mi nem beszéltünk egy csomó ideig. Tessék. Na ez egy tök jó kérdés volt. Nem, meg is nem a te érdemed, Körti. Informatív. Hallod, de várjál, ez egyet legyen, amit nem kérdezed, de válaszoltál rád, és látod, nem is érdekli? Jó, tényleg. De, akkor beszéljük el, Tominak a Sziszka azt mondta a színen, hogy neki nagyon tiszteli az új generációt, és tökre kamázod ezeket a srácokat. De, Tomi, neked a figurával, az AKC Misivel és a Beethovenivel is például van közös dalod, igen. Ami engem nagyon meglepett, amikor kijött a Misis dalod. Igen. Mesélj te erről. Jó, ebből az a figurát aláírom, mert relatív az én szemszögemből azért valamennyire új volt akkor, amikor behívtam, bár előtt és évekkel már azért hallottam. Hát a Misi azért, jó persze, újabb generáció, de azért nem új. Tehát nem abban a szószoros értelmében. 2018 körül jött a Misi. Á, faszt. Ne. Szerintem nem. Szerintem ilyen 18 körül loppant. Visszatérve a Hofira, mondjuk az is, tudod mit, igazából jogos, amit mondta, úgyhogy engedjük el. Igazából amúgy arra lettem volna kíváncsi, mert hogy a Misi, azt tudom róla, interjúban láttam, hogy ő nagyon-nagyon tiszteli a munkásságot, és ő kvázi SM rajongó volt, vagy még most is az. Ez neked így nyomott alatt? Szerintem hogy... már nem az. Mert? Hát mert már nem azon a szinten van, hogy rajongoljon, hanem gondolom neki már kiforrott egy előadói vénája, és inkább tisztelettel van, vagy elismeréssel, mint rajongással. Csak most lehet, hogy a műsorban először, meg utoljára, na, de most fogalmam sincs, hogy kiről be. De most az AKC-m is. Bízd ide. Ja, a nevét vágom, de én nem tudom. Ja, és ti jóba vagytok, meg bízd. Van közös daluk is. Igen. Tomi ráhívta a lemezére. Így van. Ja, izén, az új lemezen, az Uccsó lemezen. Hát igen, egy 3 éves lemezről beszélünk. Hát jó, na, de hát az az Uccsó. Igen. A legutóbbi. Hát a strep fölényeskedjét jó, igen. Szeretem, hogy képbe vagy. Ja. De hát ja, így igen, így vágom, csak én őt nem ismerem. Igen. Kurva jó. De akkor az újak közül te például, amit a színen mondta, hogy kamázod ezeket a srácokat, és még talán, nem tudom, az Echo-nak mutat... Én ott beszélgettem velük, persze, én őszinte leszek, én nem biztos, hogy mindenkit így vágok. Én magát azt kamázom ebbe az egészbe, és bennük is. Hát nyilvánvalóan, hogy a sikerük az megkérdőjelezhetetlen, persze. És azt maguknak harcolták ki. És ez kurva jól van így. Tőlem is egy csomó, aki most tényleg, hogy neked tetszik ez. Ember, nekem nem személy szerint a dalok tetszenek, hanem az a flow, meg az a lendület, meg egyébként az az összetartás, amivel ők képviseltetik magukat, meg képviselik egymást. És igen. Az, hogy szerintem ez kurvára rendjén van, hogy jönnek folyamatosan újak, ahhoz elteszem az újak mellé, oda kell tenni azt, hogy jók, mert jönnek újak, de vannak szarok is azért nyilvánvalóan, akiknek 2 forintot nem ér sem a mondani valójuk, és mégis elhiszik magukról, hogy geci jók. De nem erről akarok beszélni, hanem azokról, akik kivívták maguknak azt a sikert, és azt a nem kis sikert, ami kurva látványos, és nyilván az OTL-es gyerekek, elinduló. De nem, most ez frankó. Én teljesen örülök, hozzáteszem, nem mindig voltam így, mert volt olyan, hogy egy kicsit így el voltam szontyolódva, mert nem értett. Nem tudom, valahogy így harcoltam ez ellen az egész ellen, így magamval, és rájöttem arra, hogy teljes mértékben felesleges, hiszen annó ugyanúgy mi is, annó a csekkel, mint Finucciz, mi is leváltottunk, csúnya szóval, tudod, öregeket, meg úgy jöttünk, az, hogy a bandája. Oké, okay. Látom, hogy valamiről kell szóval beszélni. Az a lényeg, hogy én abszolút respektálom ezt az egészet. Respektálom mind a hármat. És kurva jó, hogy nyomják, és ez így van rendjén. Aha. A lényeg az, hogy az eszmét, meg azt az eszmét, amit mi is annó elkezdtünk, ezt nevezhetjük old school hip-hopnak, bárminek, ugyanazt képviseljék, és azt vigyék végig. És ne csak egoizmus legyen benne, mondjuk ezt biztos sokan azt gondolják, hogy na hát pont ez a nagyképű fasz mondja, de igen, ez a nagyképű fasz mondja azt, igen. Hogyha megmarad az az eszme, ami miatt mi is elkezdtük, meg az öregek, akiktől kaptunk egy útvonalat, meg egy leckét, és hogyha ők ugyanazon az úton mennek tovább, de abba beleviszik a saját tudásukat, a saját stílójukat, meg azt, amit meg akarnak mutatni, akkor ez tök jó, és ez így egészséges, és én azt mondom, hogy hajrá, és nyomassák, és ez sok sikert kívánok nekik, abszolút. Köszönjük és szépen. Ez most innentől nem leszek ilyen komoly. Nem lesz ilyen komoly, viszont mennyire turva, és még mielőtt feltenéd a következő szakkérdeset. Várjál, még egy, én is tudok egy figurát, gyorsan a figuráról beszélhetek. Hát most ezt én kérek bocsánatot mindenkitől. Ez például egy NDK figura. Őszinte leszek, egy kicsit ilyen respektálandó, illetve hát igen, egy ilyen
Ilyen tisztelettel kapcsolatos monológot akartam a Sziszka felé, de őszinte leszek, így most már akarom. Tomi? Na csak azt akartam gyorsan mondani, hogy mennyire durva, hogy előbb azt mondta, hogy a nagy öregek. Hát persze, lehet, hogy nála is vannak nagyobb öregek, de milyen durva, hogy az én korosztályomnak nekem ő a nagy öreg, meg ők a nagy öregek, viszont vannak nálam fiatalabbak, akiknek még én vagyok a nagy öregek, de mennyire, én ezt mondjuk még tőle nem hallottam az összejából, hogy a nagy öregek, tudom, hogy ő nekik ki, tehát azért tudom, viszont mennyire durva, nem? Így viszont fogadd el a Marci helyet. Köszönöm szépen, és ezt is haza szeretném vinni. Ha valami jót mondasz, akkor ezt megkapod tőlem. Te, amikor te megalapoztad azért itt több mint 10 év alatt. Én elmondok nektek egy sztorit, amit még sehol nem mondtam el. Elmondok egy sztorit, hogy tanulj belőle. Az egyik bevezetés kérdéseim voltak, és most jönnének, de beszéltek. Azokat a kérdéseket. Mondjad. Egy kérdésem lesz feléd, és azt akarom, nagyon szűken, röviden válaszolni. Nem én kurtam meg a csajodat, esküszöm az életet. Biztos, hogy nem. Mikor jelent meg a Sziszkamánia? 2004. Köszönöm, ennyi elég. 2004-et írtunk. Na, nem akarom, hogy tovább itt. 2004-et írunk. Igen. Pulp Fiction, Sopron. Ja, igen, lehet, hogy 2005, mert már kijött elem ez, de én azt gondolom 2004. Állok az akkori rap csapatommal, Bitmarket, Sopron. Felléptünk mi is ott, mert helyiek voltunk. Megjöttek a nagyok. Digóval jött Fett, Sziszka Finucci, nem akarok hazudni talán. Mindegy, ott voltak a rapperek, és az akkori nagy underground rapperek, és mindegyik előadónak volt egy background MC, aki segített a színpadon. Egyedül egy fickónak nem volt, Sziszkának. Mert csóró volt. Hadd fejezem be. És mindegyik előadta nagy, komoly számomra, hogy most is hallgatott zenéket, de mégis ott volt a háttérben egy ilyen segéd MC, aki a duplákat a sorvégeken a levegővétel miatt besegítette. Egy fickónál nem volt nála. És akkor láttam először Sziszka Finuccit a színpadon, és így néztem, és a csáva ugye 45 percet egy levegővel végig tolt. Mikrofonnal, no playback, full real rap, és élő, és minden. És akkor mondtam azt magamba, mondom, egy bandámmal léptünk fel. Nem azért, mert nem tudtunk volna külön-külön, mert így alakult. És akkor így mondtam, hogy így akarom tolni a színpadon. De így, nagy. Ahogy megfogtam a mikrofon, és egyedül senki. De szeretlek, és azt nekem már mondta. De nagy. Gyere, menjünk. Na, és akkor mondtam azt, hogy pász meg, de nagy a csávó. És akkor jött ki a lemez, akkor nagyon nagy hype volt körülötted. Jó, azt nézd meg, mi lett belőle! Azt nézd meg. Faszom! És akkor még hype volt körülötte. ez nekem nagyon megvan. Ez semmit nem volt le azokból, akik akkor ott voltak, és ugyanúgy felnézek rájuk. Csak ennek is volt szépsége, amikor elkezdtem felépni, ugyanúgy vittem a background MC-t, volt egy-két barátom, aki itt nagyon érezte a sorokat, és jött, és akkor rá kellett jönnöm, hogy nem, én azt akarom csinálni, amit a Sziszka. Ugye ezzel, bocsánat, azzal, hogy valaki backgroundol, semmi probléma az nincs semmi azzal. Semmi a világon. Csak az akkor ott nagyon feltűnt. De egyébként én is azt mondom, hogy na viszont ezt kell negatívumot mondanom, ezt mondom az újaknak. Én szerintem én azt vettem észre, hogy az újak viszont nem tudnak, vagy nem akarnak, remélem, hogy az utóbbi, vagy bújjanak inkább ez mögé, hogyha kell negatívot mondanom, nem nyomják végig bazd meg a kibaszott dalokat a színpadon, nem. Vagy be van alájuk vágva folyó. Igen, és engem ez, ja. De nem jó, végig jó, de te sem. Végig tudod. Tehát ez most nem azért lépcsősz velem, te végig tudod, de hogy nem, na ezt az egyet nem értem. Aha. Hogy nálam az MC, az most... Ne legyünk annyira maradiak, hogy két lemezjátszó, egy mikrofon, de egyébként igen. Én ezt meg tudom szápolni. De baszki, hát toljuk már le a dalokat, ne az legyen, hogy üvöltünk két sort, és akkor utána hagyjuk, hogy a közönség üvöltse, mert nem kapunk levegőt. Ja. Tehát azért álljunk oda, bazd meg, és... Ellenpólus jöhet? És rökjük ki. Aha. Jöhet egyébként, abszolút, de ez milyen érdekes, hogy mondjátok, hogy régen ez egy bevett... Hát hülye vagy, hát haza zavartak volna, bazd meg, ha nem tudom lenyomni azt, amit fölveszek stúdióba, hát bazd meg, kiröhögtek volna. Igen, hát emlékszem, igen. Hogy a legnagyobb fika oldalak, a hiphop.hu meg ilyenek, hát ott megették volna az ilyen. Ez mikor változott meg szerintetek ilyen drasztikusan? Ennek amúgy meg kellett változni. Igen, sőt, még talán lehet, hogy még később is. Erre szeretnék reflektálni. De ne felejtsd szabad, de ennek meg kellett változni. Valahogy ez az egész kultúra hozta, hogy így alakult. Ma, és ezt tényleg nem bántásban mondom, olyan srácok, csapatok kapnak rivaldafényt és irgalmatlan nagy hype-ot, akiket a mi időnkben, hát úristen, hát... Tessi,
Hát az... Elbújtak volna a föld alá, ha kijönnek egy ilyennel. Ennek így kellett lennie. Uh-huh. Jó, de számom is ugyanúgy elmondták, amikor kiadtam az első zenéket. Ugyanúgy megkaptam mindenhol. Ki a fasz, hogy ilyen, hát most nem azért, mert tényleg együtt vagyunk itt, de bazd meg, hát egy majmok bolygója. Hát ott olyan fricska, ott olyan szófordulat. És a majmok bolygója, gondoltam. A süti meg, úristen, hát ezek a dalok, bazd meg, amiket ti lehoztatok. Most le akarom ellenpéldázni ezt az előzőt, hogy képzeld el, én se tolom, tehát hogyha van egy három vagy két verzés track, én abból is csak egy verzét és egy refrént nyomok le. Tudod, hogy miért? Hogy minél többet tudjak. Van a regrendelés által egy adott elvárás, aminek van egy idővalluma. És ezeket túllépve eldönthetem, hogy hosszabb zenék, kevesebb tracklist, vagy nagy tracklist, kevesebb verze. De tudom, és ez nálam is így van, de ezt nem akarom beléd magyarázni, te nem az én nyomod így, hanem bazd meg, te azért legyünk őszinték, olyan népszerűségnek tettél szerte is, nem csak hip-hop bulikba jársz, igen? Hanem bazd megtöltesz diszkókat, bármit. Abszolút. Neked nem csak, mit tudom én, kőkemény UG fanok vannak a buliaidon, bazd meg, hanem, és nem rosszból mondom, de nem tudom más, hogy a úri csajoktól kezdve, bazd meg a lóvés, hát én ezt tudom. Apu kedvenceig, bazd meg, ott nem azt kell hozni, amit egyébként te tudsz egy underground buliba. Uh-huh. Hanem ott azt kell csinálni, amilyen műsort, meg amilyen sót te összeraktál. Bazd meg, olyan faszán elszopkodjuk egymást, csináljunk egy meleg pornót. Én viszont tényleg van kérdésem, Tomi. Ő miért van itt? Na de értetted amúgy, hogy mire mondtam, Marcik az övé. Ő el tudja nyomni. Tudom, meg elnyomta, nem egyszer. Hogy kihúzott engem a szarból? De nem a szarból, te hülye, ez az igazság. Viszont hozzá... Ati? Hol az Ati? Hey! Viszont az Ati nem jutott... Újpest a negyedzel, már fog már fel, ha mondom. Nem jutott volna szóhoz, viszont Tomi, én azt vettem észre rajtad, hogy a 1-2-3 évvel ezelőtti grindhoz képest, most így mondom neked, amikor két hetente pakoltad ki a kettős a dalokat, és hozzáteszem, hogy nem ment egyik a másik rovására, mert... Az a baj, hogy akkora gyomrom, hogy így a mikropornok a kábel így bement így a rétegek az közé. Ez nem gyomor, nem tekintély. Úristen, mondj mindenkitől, de... Jó, szörnyű. Szóval, Tomi, a lényeg, a kérdésem arra irányulna. Igen? Akkor két hetente pakolgattad ki a dalokat, klippeket. Gyors leszek, igen, nem. Most már 10 hónapja nincs klip, miért van ez? Tehát akkor ez azért van, mert... Nem ment az egyik a másik a rovására. Mondtam, megöljük. De most már miért nem? Öljük. De most már miért, de miért nem? Miért nem adsz ki ugyanúgy két hetente, hiszen neked ez egy jó taktika volt. Parancsolj. Mert már 10 éven, 9 éven keresztül, 3 havonta, nagyon maximum 4 hetente tényleg. Tudod, hány kicsike van ennek az elmebeteg állatnak? Megnézte? Nagyon sok. Megnéztem. Na, menjön nagyon sok. Mit? Tippelj. Ennyi klipje van? Tippelj. A YouTube csatornán csak neki? Aha. És ami nem más. Nem tudom, ezt, amit tényleg megnéztem. Csak az övét. Nem fogom tudni megmondani, hogy helyesen van. Milyen 300 körül van. Ne, hát azért az. Jó, most már. Hát, jó, azt mondom, hogy 4500. És klip. Nem. Mennyi van? 50 valamennyi, ami csak Nem, azt beszéltük, hogy a 70, hogy abban már benne vannak a közreműködések is? Ez nem szorod. De bazd meg, hülye vagy! Írjátok a kommentbe! Melyikben mondod? Vagy csapatot nem tudsz mondani a gyerekeim. Jöttek a te kamerádba is? Írjátok meg egy kommentbe, de tényleg csak jót írjatok, mert... De elmondom később. Az megkapja a Marcikának a sapját, aki a helyes megfejtő. Hogy nem így, ilyen intenzitással adott ki? Nem lehet ezt 10 évekig csinálni. De meguntad, vagy kiégtél? Nem meguntam. Lehet, hogy volt benne az életvitelem és a magánéletemből kifolyólag egy hátráltató, és a jó értelmében mondom, dolog. Adjál már egy bőnt. Vegyél, tessék. De nem lehet ezt évekig, pedig évek is csináltam, de inkább úgy mondom, hogy 10 évekig nem tudod hozni azt, hogy folyamat ír, folyamat klippez, ez azt mutatja, hogy én akkor ezt nem muszájból csináltam, mert annyira előre dolgoztam, annyira sok trekkem volt, és eljött az az idő, amikor szinte az utolsó trekkeket, és ráírva egy lemezre, még pluszban, kiadtam a fiókból azokat a zenéket, amiket kiadásra tartottam érdemesnek. Most is vannak ilyenek a fiókban, csak azokat már nem akarom, hogy senki sem, tehát hogy hallják, mert már nem érzem erősnek. Lehet, hogy ugyanolyan trekkek, viszont igen, sokkal nagyobb az elvárásom magam felé, és már sok olyan dalra mondom azt, hogy nem érdemli meg a publikálást, mint mondjuk 3 vagy 4 éve. Ennyi, ez a helyzet. De most mondjuk hány dalod van a fiókban? Kb. Hát sok, csak egyiket sem fogom kiadni.
Én kiírtam egyik nap egy valamit az egyik sztorimba, és azt így félig meddig komolyan gondoltam, de minden esetre van még egy-két track, amit kiadok. Mi persze. Volt az? Mi volt a hát kiírtam egy ilyet, hogy igazából szerintem már sose jönnek ki új zenék, de ez nyilván hülyeség. De, hogy ne, hülye vagy, amikor csak nála voltam és fölvettük a mi szarunkat, mutatott két vagy három olyan dalt, amik ilyen csak kezdetlegesek, de hülye vagy, tipikus, meghallod, és már azt mondod, hogy a kurva anyád, ez sem sláger, megint bazd meg. Mármint, hogy nem ez sem sláger, hanem hogy ez sem sláger. De ez sem és Sziszka Finucci poénjait a Burn szponzorálta. Ez szerinted miért lehet benned? Szóval eljutott el erre, vagy hogy stílust akarsz váltani, inkább ez úgy kell érteni, hogy amit eddig csináltam, most már nem abba vagy. Addig te kérdezz tőlem, tesó. Nem olyan szinte, hogy mondjuk menj, tehát például nekem a zavar a fény. Úgy ismertél meg engem. Zavar a fény nagyon tetszik, és én például tökre örülnék annak, hogyha egy zavar a fény típusú dalok jönnének. De mit gondol erről az alkotó? Képzeld el, a zavar a fény az nekem egy teljesen hobbi alkotás volt. Én kurvára szeretem a magyar drillt, annak ellenére nem ismerem őket, az az egy olyan alműfaj Magyarországon, ahol nem tudom egyikre se azt mondani, hogy valami szar. De ez egyébként szerintem a drill az neked kurva jól állna egyébként. Köszönöm szépen, mert ezt írták is. Viszont hallottam srácokat, nekem nagyon sokan mondják sok helyről, hogy ezt hoztam be, azt hoztam be, ebben nem újítottam semmit. Megcsekkoltam ezeket, vagyis nem is utána jártam, hanem véletlenszerűen belefutottam ezekbe az arcomba, és azt mondtam, hogy az kész, tök jó. Néha úton útfél hallottam drillt külföld Magyarországonról is, és akkor azt mondom, nagyon belemegyek egy ilyenbe. Egyébként az már egy félkész szöveg volt, és kicsit ráépítettem egy ilyenre, de nekem az a semmi tervem nem volt. És nem hinném, hogy egy akkora stílusváltásnak nevezhető, mint nem, azért nagy, itt ismerünk arcokat, akik azért nagyon nagy 180 fokos saját maguknak. Én ezért szoktam azt mondani mindig, hogyha mondjuk szóba kerül a Tomi bárhol, ahol vagyok, hogy az egyetlen szerintem az országban, és ebben a szcénában az egyetlen olyan előadó, ami kapocs, az old school és a new school stílus és előadók között, és ezért, amit mondtál te is, hogy neki az tök jól állna, neki gecire jól állna ezek a, hát csúnya szóval, ezek a populárisabb, emészthetőbb, de egyébként szerintem kurvára erős rap dalok. És közben mégis vannak komoly repzenéi, és bármikor kielégítem szájjal a műsorvezetőt. De egyébként ez van, ezt gondolom, amit mondtam, és nem szerintem... Nem tudom, egyszerűen... Nagyon a télesek közül kiket tudnál kiemelni, ez nekem kurvára érdekel. Faszi, hogy mi ketten itt vagyunk, ez nem megy. De van, ezt te, bazeg, ez tényleg... Nem, ez tényleg inkább nem láttál sehol. A turnébuszban te, bazeg, nagyon-nagyon... Hívjátok ide a hírót! Jó lehetett volna vele. De miért a hírót? Nem tudom, már rég találkoztam. Ja, én most pont hallgattam felfele jövet. Meg én őket kamázom. És tudod, mit kamázok? A szólóit, azt mind imádom, bazd meg, amikor... Hogy a harmadik sor? Dolce Gabbana, Givenchy, dig. Írogatják nekem azt, hogy rip. Hallgattad ide fele? Ezt. Hát nem végig, mert azért... Jó gyerekek! Két órát jöttem miattam, és gondolom, hogy végig csak a ripet hallgattam volna. Azért viselem el, hogy itt oltogattok, mert ennyit utaztálam. Megőrülök is. Én ennyit utazott, hát itt volt föl, nem mindig itt... Ki a fasz volt itt, Páros? Mindig, hát itt mászkál Pesten, bazdeg. Két órát utaztunk, két órát. Csak azt nézem, sztorikban, Pesten vagyok. Mondom, hol a faszomban van ez mindig Pesten? Lehogy az itt majd miattad jött. A dörkajások miattad ma még nem is ettem. Pörgetem. Kuzga, te neked gyerek... Ja, észrevett, hogy itt vagyok. Na, ez az végre. Egy interjútban láttam, hogy olvasom valahol. Ma? Nem ma. Hogy egy gyerekkori vágyat teljesült az a gyakorlatilag, hogy bekerültél a kartelbe. Na most itt 2020-ban bekerültél, nem tudom, hogy lefekszik, 2020-ban bekerültél hivatalosan is. Hogy éled meg az, hogy itt most már együtt hivatalosan és csapattal vagy? Csak én már előtte 7-8 évvel már írtam az Oliéknak szöveget. Te szövegíróként tevékenykedtél. Így van, hát meg utána állandó közreműködők lettem. A Fishingon Orfűn találkoztunk először. Uh-huh. Ott léptünk föl, fellépett először a kártel, én addigra már nagyon-nagyon berúgtam. Utána jöttem én, és ők belenéztek egy fellépésembe, meg még abba is, ahogy a szegény belgába, így, én egy akkori barátommal így beleálltam, ezúton is elnézést kérek, 5 éven betelt. Mit magyar, Magyarországon egyedüli
mint annyi mindenben, ebben is úttörő vagyok. Magyarországon egyedüli előadóként voltam kitiltva a Fishing on Orphan Fesztiválról. 5 évig. Erről amúgy én is. Erről hallottam, és én meg a Fishingre akartam menni forgatni, engem meg nem engedtek be. Egyszer utána a csávó. Az hozzátartozik, hogy... De hogy titottak ki? Azt mondták, soha többé nem mihetsz be? Kálosztom, mi mondta, hogy a lábam többet be nem teszem a fesztiválra. De mit csináltál? Beszóltál a belgának is? Tudod, mi a durva, hogy nagyon nem emlékszem, de ott valami... Állítólag valami dulakodás is volt már, hogy volt valami zászlójuk. Mindegy, tiszteletlen voltam egyébként, és hozzáteszem, ők tök fainak, és nyilván azóta már tudom, hogy hány óra, meg hogy én voltam egy faszopó, mint sok esetben, vagy mint régen nagyon sokszor, na igen, tehát hogy érted, kurva nem tudom kifejezni magam most, mert az a baj, hogy ez miatt, az egyetlen egy dolog miatt, én szégyellem magam, mert a belga a legnagyobb királyság a világon. Ha kártel koncert van, és akár a turnéről odafelé vagy visszafelé jövünk, csak belgát hallgatunk, és üvöltjük a szöveget telitorokba. Nem akarom elhinni. Ezt most a legesleg komolyabban mondom. Most kiírhatod a... Semmi szeretem baszni a mocsok kurvát, csak belga megy végig. De azt mi nyomjuk, most mi hát a még jó. Na, de nem, a belga a legnagyobb, és én most elvittem a Zolikának a lányát. Az Akváriumban volt belga koncert, és mondtam a Zolinak is, meg a Zolikának is, hogy innentől, ha Pesten lép fel a zenekar, akkor én viszem el a Zolit mindig. Olyan bulit nyomtak, bazd meg, hogy megül... És ezt most nagyon komolyan mondom. Egyszem. Hallod, olyan kibaszott komoly bulit nyomta, de higgyétek-e, a belga nagy királyság, a belga geci nagy királyság. De mindegy, és ki voltam miattuk tiltva, aztán utána rám írt a Kálóc Tomi, hogy szerinte, de már eltelt 5 év, erősebb volt a szankció, mint amit csináltam, úgyhogy... Visszaenged. Visszaengednek, és de visszaengedett, fine. Úgyhogy a Kálóc Tominak is megy a pisz. De fine. Figyelj, Tomi, 2019-ben... Yeah. A turnébuszba, a turnéautóba beengedtél, ott azt mondtad, hogy lehet, hogy ezt kamerán kívül kérdeztem, mindegy, hogy egyik nap Miskolcon volt fellépésed, másik nap Debrecenben, és én megkérdeztem ilyen naívan tőled, hogy hát tesi, Győrből jössz, hát miért nem alszol, nem lenne egyszerűbb, és már akkor is mondtad, hogy dehogyis, ez meló, ezt komolyan fogjuk fel, nem trollkedünk, van egy kutyád, van egy életed, stb., hogy akkor nagyon sokat mentél. Te hányszor beszart ez miatt, hogy én komolyan fogtam fel, azt ottam. Ja, nekem a komolysághoz ennek semmi köze. Én rengeteget, több éven keresztül volt az, hogy ezt csináltam, csak erre rá untam. És abban az időben, amikor ezt készítetted, ezt a riportot, akkor úgy voltam vele, hogy vártam az adott eseményt és fellépést, viszont utána azt is vártam, hogy hazaérjek. Nem akartam sehol se ott maradni. De ezt akkor a mai napig így csinálnád? Mai napig is így. Én sem akartam sehol ott maradni, csak aztán az alkohol meggyőzött. Hát kurvák, és ott maradtam. Hát tessék, itt volt úgy, hogy mindig ott kötünk ki. Volt úgy, hogy Pécset léptem fel, és Kazincbarcikán ébredtem. Az nem rossz. Tudod, hogy jutott el az. És várjál, az első kérdésem, kinyitottam a szemem, soha nem fogom elfelejteni. Jázd el, de normálisan jázd el. Nincs is redőnyünk. Mondom, hol a faszomba vagyok, Gerci, mi a faszom? Hát jó, az... Már egyébként... Kurva, tényleg... hallod, de ezek a legjobbak a világon. Abszolút. Viszont a Tomi az sose volt ilyen alkoholista faszom. Nem, ő nem iszik. Vittem neki egy karton vodkát, és azt mondta, hogy a barátoknak úgy csinálok. Szerintem te csak ilyen elkortyogatja, ami jól esik, vagy ez szivar, vagy valami. Hát mi meg aljasodunk mindig. Hát ő teljes ellentétem. De bazzeg, akinek a gangsta Zoli a mentor, annak muszáj eljösodni. Ő tehet mindenről. Ja. Viszont, skacok, tizenekarosztok. Ti nem, nincs vége. Tizenekarosztok. Tomit nem tudjátok meggyőzni semmilyen. Tehát így nem szokott itt köztetek akár... Én csak a kártelbe akarom. Ha zenekar, akkor csak a kártel, de azt mondta az Hiszka, hogy amíg ő ott van, addig akkor azt mondja, hogy még 2 évig akkor nem tudok. Be nem tehetek. Akkor te onnan vagy kitiltva. Nem, hát azt mondta, hogy amíg ő onnan nyugdíjba nem megy, addig nem, azt mondja, hogy Tomi egy hát 2 év. Hát és ha Zoli múlik, akkor a kártelből nem nagyon fogunk nyugdíjba menni. Na, hát akkor most akkor dőzsd el. De nem csak most komolyan, hogy neked, amit te is mondtál, hogy nem lehet, hogy így elhiszem, hogy kurvára Tomi lesz lehet. Majd, Tomi lesz majd kártelen, csak ezt még nem mondhatom el, jó? Ez hát annyira akkor... nagy, annyira nagy. Annyira nagy az, amit nem mondhatunk el. Akkor köszönjük a bejelentést. De itt fogom elmondani. De zenekarral lesz? Hogyne. Igen. De nagy. De most ne kérdezz több. De ennek az a lényege. De még... Volt már így, hogy zenekarra nyomtad amúgy? Soha nyomtam már, de nem sajátta. Nem sajátta. Uh-huh. De nagy. Erről egy-két infót nem akarsz elárulni, mi? Mert az lenne a jó, hogyha ezeket a... Nem. A legnagyobb királyság zenekarra nyomni. De az nagy. Az a világ... Az megosztik, az egy GI is elmondta. Az egy olyan szabadság, az egy olyan felemelő érzés, egy olyan tanulatlan zenésznek. Neked mi miatt? Hát most akarom elmondani, csak belepofázol.
olyan tanulatlan zenésznek, mint amilyen mit képzelsz magadra, hogy belebeszélsz? Nem degradálásból, mint amilyen én is, meg a Tomi is vagyunk, ugye mi autodidakta módon tanultunk meg rappelni. Én abban is gecibéna voltam. Uh-huh. Van, aki szerint még most. Ez igaz. És nekem például a kis barátom, a kis társam, a Csek, van, aki úgy ismeri, hogy Elmagico, ugye ő a Kávának is volt a tagja a későbbiekben. Én tőle tanultam nagyon-nagyon sok mindent. Én azt néztem, hogy ő hogy formálja, hogy faragja a rímeket, és inkább én tőle tanultam, meglestem el mindent. Meg mindenhonnan máshonnan. Bennem egyetlen egy dolog volt, amit mindig el szoktam mondani, hogy talán senkiben nem volt olyan kitartás, meg olyan akarat, mint bennem. És ez most nem egy ilyen önsegnyalás, de ez az igazság. Én tudtam akkor is, hogy én nem vagyok jó, viszont geci jó akartam lenni, és azt akartam, hogy mindenki tudja. Faszi, én általános iskolába hallgattam a Finucci-t. Ha én bemegyek egy helyre, nem akkor, a Finucci-t, akkor ott tudják, hogy itt a Sziszka Finucci. A Sziszka Finucci, hát Finucci-ról is beszélünk, másod kazettán hozta át egyik sporom, hogy hallgass meg. De nagy. És itt ül még a faszi. Meddig eláll a szarszok. Én felhoztam a második emeletre, igaz, úgy kellett felhozni már. Na és visszatérve az eredeti kérdése, vagy amit szerettem volna kinyilatkoztatni. Ez volt az, de már meg... Kibaszott jól mondtam. Nem, megválaszoltad már kétszer. Nem, csak az, hogy utána viszont, hogyha valaki ugyanúgy megmarad a mikrofonnál, de már nem csak egy DJ áll mögötte, de a legnagyobb tisztelet a DJ-nek hozzá. Csináljunk így egy videót, mert most meg, ki hogyha, akarom tenni, hogy ha, bocsánat azért, tanult, amiért majd látni fognak. Ha tanult zenészekkel állsz egy színpadon, én annó dolgoztam együtt a Maszkura és a Tücsök Rajja, a Hősöknek a brigádjával. Ha jól emlékszem, még felléptem a kezdettel is úgy, hogy zenekarral voltak, de hát nyilván nem titok, hogy nekem a legnagyobb királyság az a Kártel. És ugye nekünk ez egy munkakapcsolatból indult, és később lett belőle barátság, de hát ott olyan zenészek vannak, mint a Kovács Dávid, a Potesz Balázs, a volt kis dobosunk, de hát örökre barátunk és tagunk marad, a Gerői Matyikat, nyilvánvalóan nem kell senkinek bemutatni, most a Follow the Flow-t erősíti, ott olyan zenészek, ott olyan dzsanázás van, hogy atya úristen. Aha. És hát ilyen emberekkel állni egy színpadon. Nem szeretem, amikor komoly vagy. Hát de bazd meg, én erről olyan áhítattal tudok beszélni, mert én, aki tényleg... Tud, látom, hogy valami legényfontos lett a nadrágod. Örömkönnyes lett, mert amikor a Dávidkáékról beszélek... Ezt nem szeretem, amikor teljesen elérzékenyülsz. Akkor mindig kicsordul az örömkönnyem is. Hát na, hol tényleg, van az állapaszom? Aki egy hangszert fog, aki ezt tanulta, és úristen, hát én ezzel földig hajlok, meg magam előtt. Igen, na ezt már szeretem. De tényleg, tehát az, hogy egy zenekarral együtt játszani, a legcsodálatosabb dolog a világon. A legcsodálatosabb. Viszont, igen, Tomi? Hú! Jöhet a következő. Ja. Nem tudok erről vélekedni. Viszont visszatérve, mert az elején nem válaszoltatok komolyra, de engem, vagy komolyan erre a kérdésre, de tényleg érdekel, hogy az új közösötök, leforgattátok a klippet, több napot forgattátok. Mit kell tudni erről? Láttam, hogy óriási tömegbrigád. Tehát úgy volt, hogy én most hétvén kijön, de hogy... Kiírtam. Hogy? Hát, hogy valószínűleg nem lesz kiadva, mert a Sziszka magáénak akarja tudni az egész projektet. Nem, azt kiadjuk majd egy pár év múlva. Nehogy az egyen srácok, hogy ezen összevesztek, és akkor megint nem beszéltek. Nem, ez simán nem lesz kiadva. Fél, a Tomit ennyivel tudom intézni. Tessék, itt kártellem ez. Köszönöm szépen, nem adom ki a klipet. Na, ennyi. Hát, hogy összeg... Nem, amúgy figyelj, a leges legkomolyabban. Nyilván a Tomi dönt ebbe. Én az ő meghívottja vagyok ebbe a dalba. És megkockáztatom, hogy a mai napig nem találtak ki, hogy mi legyen a címe. Na, az a durva, hogy még mielőtt idejöttünk... De tényleg nincs meg a cím, amiatt nem adjátok ki? Na, beszéltünk pár nincs. Dolgot, de még a, nem. Fogad, én nem tudom, hogy mi lesz a címe, de megoldjuk. De komolyan még nincs meg a kitaláljuk. Cím. Kitaláljuk. Most mondtam SM Finucci, de az egy kicsit olyan, tényleg olyan elcsépelt fos, és azt a Tomi egyben mondta, hogy ne. Most, amikor idejöttünk, nekem előtte kellett volna mennem véglegesíteni a klipet a vágóhoz. Igen. Mert... Ja, várjál, te nem voltál csirkéné? Négyszer mondtam el neked, amikor jöttünk fel, hogy nem voltam ott. És most menjetek innen, hogy nem figyeltem. Még mielőtt idejöttünk, kellett volna mennem, és ha mentem volna, akkor talán most hétvégén ez ki tudna jönni. De ez a műsor nem tudom, mikor jön ki. Nem tudom. De mikor ez mikor jön ki, Márcika? Hozzá. De szerintem egy 2 hét múlva. Jó, hát addig nem jön ki a klip. Addig nem jön ki. Ezt opassatok, mert én azt hittem, hogy úgy tudjuk mondani, hogy most már láthatjátok. De úgy már én is unom, hogy még nem jött ki. Én meg már annyira megmutatom, hogy ezek ki se jön.
Tomi nem akar se dalt kiadni most már se. Csak fellépni se akarsz. Voltam az élbolyban rengeteget. Én azt mondom, gyertek, csináljátok, vigyétek a hátot, én semmit nem akarok hátradőlni, pihenni és szórakozni. Én, aki mondjuk szereti a zenédet, meg szereti hallgatni, szerintem még simán. Ezt mondtam el az elején, hogy én amikor négy hetente kiraktam egy klipet, azt nem azért adtam ki, mert muszáj, hanem mert így éreztem. Értelek. Most pedig azt érzem, hogy nem kell négy hetente. Aha. Akkor lenne számomra ez erőltetve, ha most is négy hetente adnám ki. Értem. Mert most nem érzem azt, hogy négy hetente ki kéne. Értem. Mert az kis újból jött, és azt mondtam a Csirkinek, hogy te, ma megint csináltam egy új zenét, ma már megint felvettem egy újat, ezt nem hiszem el. Most harmadik, volt olyan, hogy egy héten, a hét napból hat napon hat tracket vettem fel. És mondom, mikor fogok erre forgatni? Szerintem ez semmi baj nincs. Szerintem ez az egész. Most, de ez tök jó. Most, mert most hogyha majd úgy érzi, hogy megint az jön, hogy ömlik belőle, mert akkor annak a kell lennie, akkor bazeg, akkor megint ki fogja dobálni. Ja. Figyelj, válogatni tud a hallgató, rengeteg új előadó van. Nálad biztos. Nem azt mondom, rengeteg új előadó van, csak ki engem akar, az úgyis megvár. Így van. De nagyobb dobásra ilyen szinten amúgy, most gondolok arra, hogy tényleg itt most előadó pufogtatják a Budapest parkokat, a akváriumokat, a arénákat, ti esetleg egy ilyen... Szeretném kezdeni, mert ma hozzá egy monológ. Nagyobb koncertre akár egyébként, mert szerintem simán közönség az meg lenne rá. Figyelj, ezek az arcok, akikről beszélsz, és akik parkoznak és társaiznak, ezek mögött egy nagyon komoly kis brigád van. Uh-huh. Ezek a srácok, most bárkiről beszélek, persze gratulálhatóak, és gratulálható a helyzet, de ezek nem egyedül csinálják. Tehát ezek mögött ez több tény. 10 ember van mögöttem, mióta az eszemet tudom, senki nincs. Csak a Burn. Senki. Tehát mögöttem nincs az az ember, aki azt mondja, fiam, most bemegyünk ide, most bemegyünk oda. Én ezt választottam, nekem ez abszolút megfelel, de ezek a srácok egyedül nem jutottak oda, tehát ezekhez a lépcsőfokokhoz az kell, ahol és akikkel most vannak. Uh-huh. Én ugyanazokkal, és ezek nem technikai emberek, hanem inkább spanok, barátok és család, nekem mellettem ugyanazok vannak, akik 10 éve. Uh-huh. Tehát én ebből kifacsartam mindent, és azoknak, akiknek ez jó, azok mai napig is ezt kaphatják. Én nem mondom azt, hogy lehet, hogy soha nem fog feljebb lépni, mert nem tudom, hogy mit hoz jövő, de én nem keresem azt, amit ezek. Én nem megyek el bohockodni ide, nem megyek el szerepelni oda, csak azért, hogy legyen abból ez, meg az. Uh-huh. Azt is lehet választani, és tök jó. Én nem leragadtam, hanem én ennyi vagyok. Ez kész. Ezt akarom. De amúgy tudom, hogy utálják, mikor ezt mondom, mert ilyen mentegetőzésnek vagy irítségnek hangzik, de nagyon más világ van ám, ahogy beszéltük, mint annól, amikor kb. Mi éltük a virágkorunkat abba az időbe, és most nem akarok mentegetőzni, sokkal-sokkal nehezebb volt. Míg feltöltöttünk egy kibaszott dalt a hiphop.hu-ra, bazd meg, eltelt egy nap, bazd meg, a betárcsázós internetünk. Csak letölteni két óra alatt tudtam. Hát most azt hiszem, talán szerintem... pont, ahogy már beszéltünk a Heroékról, azt hiszem pont ők mondták még pár éve valamelyik interjújukban, hogy fölraktak egy dalt, jaj, mi a címe, pedig kurvára kamázom én is, melyik volt az a nagyon nagy slágerük, amivel robbantak? Bluff. Ja, igen, a Bluff, hogy azt föltöltötték, és másnap nézték, hogy 327-en, most csak mondtam valamit, nézték meg, és mondta a teső, nem, 327 ezeren, nem egész, egy éjszaka alatt. Persze. És hogy ott megindult akkor valami, tehát hogy ez most, ez így működik. Most bocsánat, de én így szoktam mondani csúnyán, hogy ma kinő a földből egy előadó, vagy egy új rap banda, és lehet, hogy két hét múlva már bazd meg a akváriumot tölti meg. Igen, ezek nem menedzsment, egészséges. A menedzsment az világéletben a zeneipar és a pop része, és a popon belül a rapnek is nagy lábnyomokban ez volt a velejáró és az alapja. Ezt kell döntheted, hogy te akarsz-e vagy nem. A garázs az nem véletlő garázs, az nem azért volt garázs, mert jaj, mert nem volt más, mert most lehetett az elmúlt években bármi lehetett volna, bárkihez mehettem volna. Nem, itt még mindig az van. Értsétek meg, hogy egy amikor tapsoltuk egy előadót, hogy atya Isten, de megcsinálta, aztán most engem kurva elmérdekel, nekem ne jöjjetek itt az Azariával, mert nem csak az Azaria tudja megcsinálni, és most nem rá gondolok. De én kamerában az én is, és egy kifejtettem egy másik, csak azt mondom, hogy most arénával jövök, de nem az Azariára gondolok. Uh-huh. Gondolhatnék arra. Csak amikor tapsolok az előadónak, úristen, megcsinálta,
Akkor azt tudjátok, mint nézők is, hogy ott tapsoljátok a menedzsmentet is. Persze. Ja, hogy hát, ne, megkérdezik... egy olyan menedzsmentet, mint az övé. Amikor a Telexben megkérdezik tőlem, hogy hát tök jók a YouTube nézettségek, de mi van a Spotival? Hát az van a Spotival, hogy nem tartozok ide, nem tartozok oda, és nem tesznek be egy playlistbe se, egy izébe se, egy, nem, ma annyira nem értek hozzá, egy lejátszásba se, nem tesz be a menedzsment, mert nem vagyok menedzsmentbe. Tehát nem, nincs hátszél. Ja, hát a saját kiadó. De ezt tudatosan akartad megtartani. Nem kell, tudatosan... nem kell. Csak azért mondom, hogy amikor tapsoltok valakit, akkor tapsoljátok meg azt a gépezetet, ami mögötte nyilván van. Nyilván ez az a sikerüket nem, tehát hogy nem... De valamikor igen. Amikor elszáll az adott előadó, akkor lehet azt mondani... Ilyeneket is tudom lehet azt mondani, hogy én elhiszem, hogy egy éve még sehol nem voltam, most meg vagy, de akkor inkább vedd elő onnan az árnyékból, meg a sötétségből az emberidet, és tapsoltasd meg azt. De nem, de a kisgyerekre visszatérve az Azariára azért az olyan durrantott, hogy... Persze! Hát ott lehetett érezni, hogy bazd meg, hát ez nem csak ennyi. Ja. És látod, hogy te is beestél abba, hogy arénáról beszélek, és Azariát hozol fel? Nem. Én egyébként azért mindenképp felhoztam volna, mert nekem ő olyan, hogy én nem tartom repnek, nem igazán tudom, hogy hova soroljam, de talán pont ez az ő sikerének, vagy nem is tudom, hogy mondjam, nem tudom beskatujázni, de nem is kell. Uh-huh. Viszont ott olyan tehetség van, tehát ott nem tudom, nekem az a kis csávó, az egy UFO. Én kamázom nagyon, barátaim is, a feleségem imádja, kurvára szeretjük. De hát bazzeg, látszik is a sikerén, hogy nem tudom, az egy másik bolygóról jött az a csávó. Kurva jó, én kamázom. Én azt értem, amikor olyan zenekar, akik 7 évig tényleg minden nap polgári munkát végeznek, és nem jutnak egyre a kettőre, majd egy menedzsment beáll mögéjük, és érdekes módon aztól kezdve a nyár óta mondjuk a legnagyobb fesztivál felvezető nevé, akkor kérdezem én, hogy a zenész, de vagy várjál, a menedzsment? De a kisgyereknek nem úgy volt, hogy jöttek a Blind Gary-ek. Nem a kisgyerekről beszélek. Hanem? Mondom, zenekarokról. Ja. Micsoda, mi? Blind Gary, csak milyen jó, hogy te egy Blind Gary-nek említetted. Hát bazd meg, aki ismeri, az persze, mindenki persze, Blind Gary-nek ismeri. Persze. Most ja. Mit mondjak rá? Ja. Tomi, én zenekarokról beszélek, akik érdekes mondom, évekig tulajdonképpen önerőből, azaz ugyanabból a stílusból, mert később is azt a stílus viszik, nem kerültek reflektorfény alá, majd egy menedzsment segítségével hát szétajnározzák őket. Az miért van? Maguk, saját maguk miatt, vagy egy hátszél miatt? Most azonban, hogy egyfolytában azon gondolkodom, hogy kire gondolsz. Hát szerintem mindenkiről, akinek tényleg egy olyan menedzsmentje van. De akkor szerintem akkor ott nem is a menedzsment a lényeg. Mi jó ott akkor? Akkor mi jó? Nem a mi jó, hanem az, hogy... De mi jó ott? Marketing. Hát az, hogy szerintem itt jó. Kurvára olyan hátszél van, ami a Tomika, én ezt már mondtam neked, ott olyan hátszél van, ami politika. Abszolút. És tudnék ilyen előadót mondani, nem fogok. Nem fogsz tudni szerintem 5 darab előadót mondani az élbolyból, aki kizárólag a saját zenei hozzáértésével van ott, vagy a hozzáértése miatt van ott, ahol van, és nem a reklámok, nem az, hogy lenyomják a szádon, nem az, hogy lehozza, vagy ez az oldal, vagy az az oldal, és a stb. Hanem tényleg csak... Most repről beszélünk, és mai... Akár pop, akár rep. Ja. Mai, és most, és újak. Ja, hogy újak. Aha. Hát nem tudom, én azt annyira... Ki nem is csinálja kell. Azt meg, ami volt számtalan más előadónál, hogy nem adják el magukat. Azért fura ez. Hát, szerintem nem el kell adni, hanem választhatsz, hogy vagy eladtad magad, és akkor így futsz, vagy pedig nem, és akkor... Be kell vonni egy olyan valakit, aki nagyon megszedi rajtad magát. Ez recept? Tehát, hogy ma már ez nem megy, szerinted másképp? Mert szerintem nem. Hát most már ilyen világ van amúgy. Mert szerintem nem. Én azt gondolom, hogy igen, hogy... Tehát a mai napig tudják a bookingosok és az összes olyan létező, akár fesztivál, akárki, hogy engem hívhatnak nyugodtan, persze, felhívhatnak irodákat. De tudják, hogy csörög a telefonom, és felveszem, és velem beszélnek. Ja, persze, szvágom. Ezt ma meg tudják csinálni? Ja, nem, hát ez biztos, hogy nem. Akkor miért kopogtatnak be minden egyes sláger után ilyen srácokhoz és csajokhoz, hogy gyere ide mellénk, és miért tartok el? De várj, mi most nem együtt vagyunk? Mit? Most mi nem együtt vagyunk?
De én csak érezlek téged. Hát de most miért én? Hát most itt ez a kis buzi, azt kérdez. De nem ért hozzá. Mi most beszélgetünk. Engem kihagytatok végig. Nem ért. Tomi, elvittem most olyan komoly, hogy nekem meg egyfolytában jár az agyam. Igen. Azóta azt én maradtam csöndben, hogy most kire gondol? Igen, ezen én is gondolkozom, hogy kire gondol pontosan, de nem ez a lényeg. Bazd meg! Hát szinte bárkire. De mondjuk ez a Pogány indulóra is elmondható? Ott nem érzek szerintem annyira simán. Erős... Szerintem simán. Vonalat. Mármint, hogy biztos, biztos jó, csak hogy nem az, vagy rendes, hagyományos. Nincsen kiadó. Erős menedzsment. Én nem tudom egyébként, hogy van-e menedzsmentje. Én nem tudom, hogy van-e menedzsmentje, de az biztos... Van neki, csak nem... De az biztos, hogy már a kisgyerek se úgy van, mint volt. Tehát, hogy elkezdte azt a saját egyedi és nyers stílóját, és most én már azt veszem észre, hogy... Lágyult? De nem, de ez nem rossz. Hanem talán az, hogy amit mondasz, hogy van mögötte egy valaki, aki terelgeti. Uh-huh. Vagy aki, hogy ez jól lát. Ki megazagodik rajta? De ezzel nincs azt baj. Azt akarod mondani, aki megazagodik rajta? Nem. Na, ezzel nincs baj. Bocsánat, kiállítom magam, aki vele együtt gazagodik meg? De hát gazdagodjon, hát dolgozik, hát gazdagodjon meg. De ki gazdagodjon meg, az előadó, vagy a valaki figyelj, más? Figyelj, Tomi, én azt gondolom, hogy nyilván gazdagodjon az előadó, mert az ő szellemi... Igen, ez eddig rendben van. De gazdagodjon az is, aki bazd meg, aki terelgeti, támogatja, ajnározza, ahogy te mondtad, és bazd meg, és elmondja, hogy figyelj, itt ennyi az idő, itt kell lenned, azt kell csinálnod, ide kell menned, úgy, így legyen. Meg azt, hogy le tudjál hozni, show, figyelj, az is egy 20 éves kisgyerek. 15 éves csinálom telegetésnél. De én tudom, Tomi, de te is ósul is csávó vagy már. Mi, nekünk nem fogja senki megveregetni a vállunkat, mert az csak a dinoszauruszok értik, akik ott voltak, bazd meg, hogy mit csináltál, vagy mit csináltunk mi. Ezeknek a kis csávóknak most már az a nem trendi, hanem az az alap, az a természetes dolog, igen, hogy mögöttük van bazd meg akár egy szupermenedzsment, egy bármilyen másik menedzsment, akik ezzel foglalkoznak, és ezeket a dolgokat, hogy ne neked kelljen fölvenni a telefon, leveszik az előadó válláról. Szerintem amúgy ezzel nincsen semmi baj a világon, te meg add vissza a lemezt, mert rájöttem, hogy nem érdemled meg. Hallod? Most meg. Köszönöm szépen, hogy igen. Azt vettem észre, hogy elmúlt a szépsége a szövegírásnak, a stúdiózásnak, igen, a közös olyan, hogy mondjam, hangulat kreálásoknak, amik igazából önmagukat adják, illetve hát a helyzet teremti meg, és mindenki muszájból zenél. Belepik az előadókat olyan terek és olyan mik ezek, kiadók? Vagy menedzsmentek? Igen. Akik... Egede. Nem, várj, akik kicsit futószalagon akarják ezt az egészet hozni, mint a produktumot. De tudják hozni, csak nem lesznek itt 20 év múlva. Hát ki fognak égni a faszba? Egy picit önmaguk ellen is dolgoznak, és őszinte leszek. Én ezt így fogom figyelni, ha 70 éves szar leszek, és ezt fogom csinálni, hogy hát tudod, én mondtam, hogy ez a kis buzi már nem lesz itt. Zoli, mi volt arra a rím, hogy bekapod a faszom? Keredzen, bazdmeg, a mocsó kurvány! Érted, és én nem azt csinálják, legyen, ahogy lennie kell, szarok ére. Tudod, mire értem rá? Magunkkal kell foglalkozni, ez menni. Itt vagyunk, ez a kis buzi is fölnőtt, vágja, hogy mi van. Itt vagyunk, itt kamázzuk a Marcikát, eljöttünk hozzá, attól, hogy szívtuk a vérét, kamázzuk nagyon, úgyhogy figyeljétek a szájba baszott műsorát, lehet, hogy még mi is leszünk benne 10x év múlva. Így van, és ébresztő, ja, nincs is. Egy kicsit elaludt, és elaludt a műsor. Hát igen, tudod, mit akartam mondani? Nem is tudtam beszélni. A héterek, a nagyképűek, meg a beképzelt köcsögök, Sziszka, Finucci, Essen, Marcika, Peace, adjál még egy bőnt. Ne álljunk meg. Kupiba benne maradt valami, igen? nem maradt bennem úgy semmi, csak pont kitértem volna egy-két dologra, és itt van az alkalom, no, amikor meg szeretném szerintem Magyarország legszarabb előadóit nevezni, és úgy gondoltam, hogy... Nem kellett volna te soha. És úgy gondoltam, hogy ez lesz az alkalom, amikor név szerint, tehát én akkor most el szeretném mondani, hogy tudjátok, hogy volt régen... Ugye pillanatra komolyan vettem. Én is, de én magam... De hogy mennéd komolyan, amikor neked ez lenne az életednek a csúcspontja, a tejsziabon az a medgy, amit rátesznek. Nehogy azt hittem, hogy neked fogom ezt megcsinálni. Vedd le a sapit, hogyha nézzem meg a Dauert a hajadba. Nagyon nagy. Most ajeroltattam. Srácok, csókolak titeket, köszönöm, hogy eljöttetek tényleg a múlva. Ne csók, egyre válaszol, mi az, hogy Dauer? Dauer. Az mi? Dauer. Gödörítés régen, nem ilyen alapból. Nem ilyen alapból? De ilyen alapból nekem. Akkor... Akkor miért kellett? Jó, vettem. Na, szevasztok. Na, csókolak titeket, esett, szívesen, csók. Szevasztok! Get money.